Márciusban az U10-es korosztály számára rendeztek nagyszabású röplabdatornát Balatonfüreden. A Szent Benedek gimnázium tornatermében az ország minden tájáról több mint 100 a sportággal ismerkedő lány lépett pályára. Természetesen az eseményről nem hiányozhatott a korosztály kabala figurája, a nyuszi sem. Most indul az U10-es fesztivál Magyarországon. Régióból és régión kívül is sok csapat érkezett. A 17-ből 5 füredi volt, Zánkáról, illetve a környékről járnak be gyerekek röplabdázni, és a balatonfüredi iskoláknak a csapatai álltak itt ki. A legfiatalabbak számára a mérkőzések 12 percesek. Minden csapat 4-szer lép pályára. A gyerekek speciális technikával, könnyített labdával játszanak. Korosztályukban nincs eredményszámítás. Ez a röplabda öröme, ezek a gyerekek megszerették ezt a sportágot, és itt még nem is nagyon beszélünk a röplabdáról, hiszen el lehet kapni sokszor. Nagy szeretettel várunk mindenkit, azért mondom, reméljük, hogy ez a létszám ez nagyon-nagyon-nagyon magas lesz a későbbiekben. A láthatóan sikeres torna következő állomása májusban Tatabányán lesz.